Kedves testvérek! Az elmúlt vasárnap, jó pásztor vasárnapján a jó pásztorról elmélkedtünk. Arra kértük az aratás urát, hogy küldjön jó és szent pásztorokat egyházába. Ma pedig a jó pásztor vasárnapja után a jó hívek vasárnapját ünnepeljük. És azon elmélkedünk, hogy milyen a jó hívő. Bevallom őszintén, ahogyan a szent mise kezdetén is mondtam, a mai olvasmány annyira megragadott engem, hogy nem csak az egyháziból áthallatszó búcsúi bár miatt nem tudtam aludni az éjjel egy pillanatot sem, de azért, mert az az olvasmány, amelyet hallottunk, annyira megfogott engem. És próbáljuk meg a mai olvasmányokból megérteni, hogy jó pásztor után milyen a jó hívő. Az Úr Jézus a mai evangéliumban azt mondja, hogy ő a szőlőtő, mi pedig a szőlővesző. Az atya, a mennyi atya pedig a szőlőműves. Micsoda mélyebb hasonlat ez, mint a jó pásztor hasonlata. A jó pásztornak a juhait kell vezetni, terelgetni, és hogyha egyik elkóborol, akkor akár erővel is vissza kell hozni a nyárhoz. De a mai kép a szőlővesszőről és a szőlőtőről való Úr Jézusi hasonlat ennél jóval mélyebb. Itt nincsen alá vagy mellé rendelő viszony. Itt a szőlővesszőnek elemi érdeke, hogy a szőlőtőn maradjon. Elemi zsigeri érdeke, mert a szőlőtőről kapja az életet. Rá van utalva a szőlővessző a szőlőtőre. Három rövid pontban foglaljuk össze, hogy milyen a jó hívő. Az Úr ma a mai hasonlatában tehát azt mondja, hogy benne kell maradni. Belőle kell érni. A szőlővessző, ha elszárad, a szőlővessző, ha nem hoz gyümölcsöt, akkor lemetszik. És az erőt más szőlővessző kapja meg. A szőlővesszőnek tehát a szőlőtőn kell, a szőlőtőből kell élnie. Mit jelent ez? A mai olvasmányban, mert annyira megragadott engem, Saul, a későbbi Pál apostol első lépteiről hallunk. És mit olvasunk ma? Azt hallottuk, hogy Saul, amikor megtért, éjjel el is volt időm utána nézni még jobban, védőszentem élet után, hogy miután a Damaszkusz úton nagyjából 30 évesen megtért, 3 évig a pusztában, a sivatagban volt. És 3 év után, nagyjából 33 éves korában Saul úgy dönt, hogy Jeruzsálembe megy. És erről olvasunk ma, hogy Saul megjelenik az apostolok között. És mit mond az apostolok cselekedetei? Azt mondja a sor az apostoloknak, veletek akarok lenni. Saul nem tudja az életét másképpen elképzelni, csak az apostolokkal együtt. Saul nem tudja másképpen elképzelni a kereszt életét, csak úgy, hogy az egyházzal együtt van. Ő visszamegy Jeruzsálembe, oda, ahol ő volt a farizeusoknak a sztárja. Ő volt a nagyokos, ő mindent tudott. Gamaliel lábánál mindent megtanult. És őről az egész Jeruzsálem tudta, hogy üldözi a keresztényeket. És most keresztényként visszamegy Jeruzsálembe. Visszamegy az apostolokhoz, akik, csak gondoljunk bele ebbe a szituációba, valaki zörget az apostolok ajtaján, kinyitják az ajtót, és ott van István diakonus gyilkosa. Ott van az a Saul, aki összeszedte a jeruzsálemi katonasereget, és elment Damaszkuszba, hogy összegyűjtse és börtönbe vetesse a keresztényeket. És mit olvasunk? Az apostolok nem hitték el Saulnak. Nem hitték el neki, hogy megtért. Nem hitték el neki, hogy tanítvány lett. Kételkedtek benne. De Saul miért akart
az apostolokkal együtt lenni? Miért nem tudta elképzelni az életét az apostolok nélkül, az egyház nélkül? Mert az a Saul, aki a damaszkuszi úton üldözvén a keresztényeket találkozik az Úrral, megérti, hogy akiket üldöz, az szól hozzá, miért üldözöl engem. Megérti, hogy az apostolok, az egyház, az Krisztus. És megérti, hogy az egyház által kapja ő az életet. Megérti ő, hogy az egyház, az apostolok, a Krisztusban hívők az a szőlőtő, amelyből neki életet kell kapnia. Megérti, hogy az apostolok az egyház nélkül nem tud élni, mert különben elszárad, miként a terméketlen szőlővesző a szőlőtőn. Megérti, hogy az apostolok által kapta a keresztséget. Az apostolok által lett beoltva Saulba az isteni élet. Megérti, hogy az apostolok törik meg számára a kenyeret. Az apostolok adják neki a szent lelket. Az apostolok bocsátják meg a bűneit. Saul megérti, hogy nem lehet egyedül. Megérti, hogy az általa régebben gyűlölt apostolok lesznek a nagy hírű Saul számára az élet forrása. Milyen a jó hívő? Olyan, aki ragaszkodik az egyházához, aki hűséges az egyházához. A mai korban milyen sokat halljuk azt, hogy nekem nem kell az egyház, magam módján vallásos vagyok, nekem nem kell templomba járni, otthon elimádkozgatok. A bűneimet majd az Istennel elrendezem. Az ilyen szőlővesszőnek milyen kapcsolata van a szőlőtővel? Semmilyen. Elszárad. És nekünk testvérek, nekünk milyen kapcsolatunk van az egyházzal? Elég a vasárnapi szentmise? Elég? Elég ez a kapcsolat az egyházzal? Elég az a kapcsolat az egyházzal, hogy évente kétszer felszínesen meggyónok, és néha áldozok. Az egyházzal való kapcsolat elsősorban nem külsőség, hanem ez a belső kapcsolat a szőlőtő és a szőlővesző között, hogy van közöttünk egy köldökzsinór, amelyből az életet kapjuk. Pál apostol megértette ezt, és ezért akart az apostolokkal együtt lenni. Ezért soha többet nem akart bűnt elkövetni, mert akkor kilép ebből az életet adó közösségből. Akkor már hátralép egy, akkor már nem teljes az élet szívás az egyházból, Krisztusból. Kérdésesen, milyen jó lenne, hogyha ha súlyos bűnt követünk el, rögtön felkeressük a papot és meggyónul. Nem azért, mert elkárhozunk, nem. Hanem, hogy ez a kapcsolat helyre álljon. Hogy ne tudjuk mi se elképzelni az életünket, miként Saul az egyház nélkül, mert az egyház az élet forrása. És ha elkövetjük a bűnt, mit olvasunk a mai szentleckében? Van szószólónk az atyánál, aki megnyugtatja a lelkiismeretünket. Az Isten mindent tud. És Saul első lépéseiben, amikor az apostolok elutasítják, és csakis Barnabás többszöri közbenjárására nyitják meg Saul előtt az ajtót, csakis Barnabás többszöri kérésére értsétek meg, hogy ő megtért. Értsétek meg, hogy neki szüksége van az egyházra. Félve, nagyon félve, maguk mellé engedik Sault. Saul nem tud az egyház nélkül élni. A jó hívő első tulajdonsága tehát az, hogy nem tud és nem is akar az egyház nélkül és az egyházon kívül élni. Nem akar leválni a szőlőtőről.
és a bűnei miatt le is válik, rögtön odaszalad a mesterhez, aki megint befáslizza a eltörött szőlővesszőt, és újra bekapcsolja őt az isteni életbe. A jó hívő, ragaszkodó egyházát, a végletekig szerető, hűséges hívő. Második gondolatunk, hogy a jó hívő buzgó. Az Úr Jézus azt mondja a mai evangéliumban, hogy azért lettetek szőlővesszők, azért nőttetek ki a szőlőtőből, azért kaptátok meg a hitet, hogy gyümölcsöt hozzatok. Maradandó gyümölcsöt, bőséges gyümölcsöt. Tehát nem lehetünk lusta keresztények. Nem lehetünk terméketlen keresztények. Gyümölcsöt kell hozni, maradandó gyümölcsöt. Mit csinál Saul a mai olvasmányban? Amint az apostolok maguk mellé engedik őt, elkezdi nagy szóval nyilvánosan hirdetni, hogy Jézus az Úr. Sőt, összeveszik mindenkivel. Összeveszik a görögül beszélő zsidókkal, összeveszik a pogányokkal, mindenkivel összeveszik. Mert Pál apostol meg akarja őket téríteni. Csak Pál apostolnak meg kell tanulnia, hogy így nem hoz gyümölcsöt. Hogy így az ő gyümölcse nem lesz maradandó. Hogy a régi eszközei, az erőszakosság, amivel ő erőszakosan meg akarta tartani a zsidó hitet, a régi eszközök már nem valók az új életre. Meg kell értenie, hogy nem az erőszakosság, a buzgóság. Meg kell értenie, hogy maradandó, bőséges gyümölcsöt buzgón csak úgy hozhat, hogyha Krisztussal együtt, az egyházzal együtt dolgozik. Meg kell értenie, hogy nem az erőszakosság, hanem a szelídség, a szeretet buzgósága hozza meg a maradandó gyümölcsöt. Egy jó példát hallottam szintén éjjel, mert tényleg egy pillanatot nem tudtam aludni. Azt mondja az egyik nagy felvidéki prédikátor, hogy amikor az utolsó ítéleten majd az ördög összeszedi azokat, akik a kárhozatra jutnak, akkor utoljára még kilép a pokolból, és azt mondja, hogy még egy valaki hiányzik. És akkor ott lát számtalan a sátántól félő embert, püspököket, papokat, híveket, gyilkosokat, utcanőket, langyos katolikusokat. És ott lát, meglát egy embert, aki nem fél. Akinek fent van a feje. Oda megy hozzá az ördög, és azt mondja, mondd, te miért nem félsz? Azt mondja, hogy én jártam templomba, nem félek. Én gyóntam évente kétszer, nem félek. Én az egyház parancsai szerint éltem, nem félek. Betartottam a parancsokat, nem félek. És akkor a sátán rámutatott, te jössz velem a kározatra. Vagyis hitünk csak akkor lesz termékeny, hogyha az a tetteinkből is megmutatkozik. Üres kezekkel nem mehetünk a mennybe. Kérdezzük meg magunkat, hogy hol mulasztjuk el a jót megtenni. Mert a jót meg kell tenni. Nem elég csak hívőnek lenni. A hívő ember életének meg kell mutatkoznia, ahogyan a Szentleckében hallhattuk, szóban és tettben, de szeretetben és cselekedetben egyaránt az életében, hogy hívő lett. Buzgolkodjunk a jó tettekben, és bánjunk meg minden alkalmat, amikor elhalasztottuk a jót. Gondolattal, szóval és mulasztással is tudunk vétkezni. A jó hívő tehát buzgó. És Pál apostol ebben a nagy buzgóságában megtapasztalja, hogy kudarcot vall.
És a harmadik utolsó gondolatunk pedig, hogy a jó hívő az alázatos. Azt mondja az Úr Jézus a mai evangéliumban, hogy aki gyümölcsöt hoz, azt az Atya megtisztítja. Nyilván ez a legfájóbb mindannyiunk életében, amikor le kell várni a fölösleges erőt, számunkra kioltó dolgokat, ami már nem működik. Amikor le kell várni, hogy bőségesebb, hogy jobb, hogy édesebb legyen a gyümölcs. Ezt nem szeretjük. De ez a bőséges termés hozónak a garanciája. És mit csinál Pál apostol? Azt hiszem, testvérek, ez a csúcs. Az egyház, olvastuk az olvasmányban, észreveszi, hogy Pál apostol még nem érett. Összeveszik a zsidókkal, akik meg akarják őt ölni, olvastuk. Életére törnek. És az egyház, aki már nagy nehezen kievelte István diakonusnak a vértanúságát, azt mondja, Pál, tudod mit? Menj haza. Nem kell lesz. Menj haza Tarzusba. Olvastuk. Elkísérjük őt először Cezáreába, és onnan visszaküldik azt a Pált, aki az apostolokkal együtt akart élni. Mi mit tettünk volna? Pál apostol mindenkinél okosabb volt. Ott tanult a legnagyobb rabbi lábánál. És nem azt mondta testvérek, hogy nekem ez a 12 halász, ez a 12 ostoba halász, aki olvasni se tud, nem fog parancsolni. Nekem megjelent az Úr a damaszkuszi úton. Nekem ez a halászok? Nekem? Hát én minden írást ismerek. Majd én megmutatom nekik. Én majd külön úton járok. Én majd megsértődök. Nem. Pál apostol nagysága itt ragadható meg. Kedves testvérek, ezért hiszek az evangéliumban. Mert emberi. Mert ez annyira emberi, hogy Pál apostol csendben, bár fájt neki, hazament. Visszament Tarzusba. Csendben. Alázatosan. Hazament. Szót fogadott a 12 halásznak. Ez annyira emberi, ez annyira keresztényi, hogy ebbe csak hinni lehet. Ezt kitalálni nem lehet. És Pál apostol hazamegy, és majd később elnyerte Barnabás, hogy Pál, gyere, megyünk a pogányokhoz, missziós útra. A jó hívő nem sértődik meg. Nem jár külön utakat, hanem alázatos. Kedves testvérek, hoztam volna egy verset, de egyháziban hagytam. Úgyhogy szép, majd valamikor majd felosztom önöknek, pont erről szól. De foglaljuk össze, hogy milyen a jó hívő. A jó hívő egyházát szereti, ragaszkodik hozzá, és teljes közösségben akar lenni. A jó hívő buzgó, és nem langyos. A jó hívő alázatos. Könnyű mondani. Pál apostolnak is könnyű lehetett mondani. Ő megtapasztalta, hogy az apostolok elutasítják. Nem kell lesz. Nem hiszünk neked. Félünk tőled. Megtapasztalta, hogy buzgóságának nincsen gyümölcse, a kudarcot, hogy magára haragította a jeruzsálemi egyházat, és megtapasztalta, hogy hazaküldik. Ezeket mi is megtapasztaljuk. De a jó hívő olyan, mint Pál apostol, csak azért is. Csak azért is azt teszi, amit az egyház kér tőle. Hát kérjük templomunk védőszentjét, Szent Pál apostolt, hogy ilyen hívők legyünk.
Kérjük őt, hogy alakítson bennünket is ilyen lángoló krisztusiakká. Alakítson bennünket olyanokká, akik csak is a szőlőtőből akarnak élni. És alakítson bennünket olyanokká, hogy beteljesedjék a mai evangélium utolsó mondata. Megdicsőíteni az atyát, vagyis hinni Krisztusban, gyümölcsöt hozni, vagyis buzgolkodni, és tanítványá lenni, vagyis alázatosnak, engedelmesnek lenni. Amen. Isten vezesse meg.